Készülnek az ellenzéki pártok az előválasztás vasárnap kezdődő második fordulójára. A Karácsony Gergelyt támogató Párbeszéd, LMP és MSZP politikusai országjárásra indulnak, ahogy Dobrev Klára is. A Momentum még nem döntötte el, hogy kit támogat. A Párbeszéd az LMP és az MSZP politikusai Karácsony Gergely sajtótájékoztatóját követően megtapsolták miniszterelnök jelöltjüket. Miután a főpolgármester bejelentette, hogy nem vissza, hanem előrelép, kíváncsiak voltunk, hogy az őt támogató három pártnak mi a véleménye a kialakult helyzetről. Én nagyon örültem neki, hogy végre megint tartalmi kérdésekről esik szó, azokról a víziókról, amiket a miniszterelnök jelölte kínálnak Magyarországnak. Fontos volt, hogy Karácsony Gergely elmondja, hogy mi az, ami megkülönbözteti őt a jelöltársaitól, hogy a békét és a társadalmi igazságosságot egyszerre csak ő tudja elhozni. Járjuk az országot, és meggyőződésünk, hogy Karácsony Gergely ez egyetlen garanciája annak, hogy nem csak elszámoltatás lesz, meg új demokratikus Magyarország, hanem bizony egy jóvátétel. Maximálisan támogatjuk az LMP részéről, ott leszünk a második fordulóban, kőkeményen kiállunk emellett, és győzni fogunk. MSZP-LMP-párbeszéd. Dobrev Klára is készül, a Demokratikus Koalíció miniszterelnök jelöltje a hétvégén másfél napot pihent, csütörtökön pedig indul az újabb országjárására. A politikus híradónknak azt mondta, eddig összegyűjtötte az emberek problémáit, meghallgatta őket, most pedig igyekszik megoldásokkal visszatérni hozzájuk. Nagyon sokat konzultáltam az elmúlt hetekben szakmai szervezetekkel, szakszervezetekkel, pedagógus szervezetek, egészségügyisek, rendvédelmi dolgozókkal, vezetőközgazdászokkal, közigazgatásban dolgozókkal, úgyhogy igyekeztem minél szélesebbre nyitni azt a kört, akivel megbeszéltük a közös dolgokat. A Jobbik és a Momentum miniszterelnök jelöltje már nincs versenyben, a pártok mégsem tétlenkednek. A néppárti Jobbik pedig a mögé, a jelölt mögé fog teljes mellszélességgel beállni, ahogy ezt már Jakab Péter elnök urunk a legelső nyilatkozatában lemondta, nincs apró betűs rész az ellenzéki együttműködésben, fegyelmezetten a mögé fogunk beállni, aki ezt a vetélkedést megnyeri. A Momentum a következő körben a technikai megvalósításban segít, de hogy kit támogatnak, még nem tudják. Az biztos, hogy Dobrev Klárát nem tudjuk támogatni, Márki-Zay Péter és Karácsony Gergely között pedig még elnökségi, illetve tárgyalási kérdések vannak. Bármelyik lehetőség, tehát a tartózkodási is, Karácsony Gergely és Márki-Zay Péter támogatása is az asztalon van még. A miniszterelnök jelölt választás második fordulója vasárnap kezdődik.